A rendkívüli hideg ellenére ez év január 29-én, szerdán délelőtt több ezer hívő jelent meg a Szentpéter téren, hogy részt vegyen az általános pápai kihallgatáson. Ferenc pápa a szentségekről szóló harmadik katekézisét a bérmálásnak szentelte. Ez a szentség, más néven konfirmáció, vagyis megerősítés, folytatása a keresztségnek, amelyhez szorosan kapcsolódik. Ez a két szentség az Eucharisztiával együtt egyetlen üdvözítő eseményt képez, ezek a keresztény beavatás szentségei, melynek révén a meghalt és feltámadt Jézus Krisztusban új teremtményekké és az egyház tagjaivá válunk. Ezért van az, hogy kezdetben ezt a három szentséget egyidejűleg szolgáltatták ki a katekumenális út végén, mely általában véve húsvét vigíliája volt. Ez pecsételte meg a felkészülési folyamatot és a kereszténység közösségbe való fokozatos beilleszkedést, mely néhány évig is eltarthatott. Lépésről lépésre történt, hogy a katekumenek felvehessék a keresztség szentségét, majd eljussanak a bérmálkozáshoz és az oltári szentségvételéhez. A bérmálás szentsége a megkenés jelzi és fejezi ki. Valóban a Szent Krizma, a Szent Olaj révén, a Szentlélek erejében még inkább hasonulunk Jézus Krisztushoz, aki az egyedüli valóban felkent, a Messiás, Isten Szentje. A konfirmáció szó arra emlékeztet, hogy ez a szentség növeli a keresztségben kapott kegyelmet, erősebben egyesít Krisztussal, tökéletesebbé teszi kapcsolatunkat az egyházzal, megadja nekünk a Szentlélek sajátos erejét, hogy Krisztus igazi tanúiként terjesszük és védelmezzük a hitet, bátran megvalljuk Krisztus nevét, és soha többé ne érezzünk szégyent a kereszt miatt. A pápa rögtönzött szavakkal hozzátette: ezért fontos, hogy gondosan neveljük gyermekeinket, hogy részesüljenek ebben a szentségben. Mindnyájan gondoskodunk arról, hogy meglegyenek keresztelve. Ez jó, de talán nem teszünk meg mindent azért, hogy bérmálkozzanak is, így félúton maradnak. Ez a szentség nagyon fontos a keresztény életben, mert erőt ad nekünk, hogy előre haladjunk. Gondolkozzunk egy kicsit el. Valóban törődünk-e vele, hogy gyermekeink részesüljenek a bérmálás szentségében? Ez nagyon fontos. Ha vannak olyan gyermekeitek, serdülőkorúak, akik még nem bérmálkoztak, és olyan korban vannak, hogy a szentséghez járulhatnak, tegyetek meg mindent, hogy részesüljenek a teljes keresztény beavatásban, és megkapják a Szentlélek erejét. Ez nagyon fontos. Természetesen fontos, hogy a bérmálandók megfelelő felkészítést kapjanak, melynek az a célja, hogy személyesen csatlakozzanak a Krisztusba vetett hithez, és felébredjen bennük az egyházhoz való tartozás érzéke. A bérmálás, mint minden szentség, nem az emberek, hanem Isten műve, folytatta katakézisében a pápa. Isten gondját viseli életünknek, és fia képmására kíván átalakítani bennünket, hogy képesek legyünk szeretni, mint ahogy ő szeretett minket. Eláraszt bennünket szent lelkével, akinek cselekedete áthatja személyünket és életünket, mint ahogy ez kitűnik a Szentlélek hét ajándékából, melyet a hagyomány a Szentírás fényében mindig hangsúlyozott. A pápa ezután felsorolta ezeket az ajándékokat, hozzátéve: nem akarom megkérdezni, hogy emlékeztek-e rájuk, így nevetekben én mondom el. 1. Bölcsesség. 2. Az értelem. 3. Jó tanács. 4. Tudomány. 5. Lelki erősség. 6. Jámborság. 7. Istenfélelem. Ezeket az ajándékokat a Szentlélek adta nekünk a bérmálás szentségében, mondta Ferenc pápa, majd bejelentette, hogy a szentségekről szóló katakézisek után ezekről az ajándékokról fog tanításában szólni az általános kihallgatásokon. Amikor befogadjuk szívünkbe a Szent Lelket, és hagyjuk, hogy cselekedjen, akkor maga Krisztus válik jelenvalóvá életünkben, és általunk maga Krisztus fog imádkozni, megbocsátani, reményt és vigaszt nyújtani. Ő szolgálja a testvéreket, ő áll közel a szükséget szenvedőkhöz, az utolsókhoz, ő teremt szeretett közösséget, ő hinti el a béke magvait. Gondoljátok csak el, hogy milyen fontos ez. A Szentlélek által maga Krisztus teszi mindezt közöttünk és értünk. Ezért fontos, hogy a gyermekek, a fiatalok részesüljenek ebben a szentségben.
Ferenc pápa végül ezekkel a szavakkal fejezte be olasz nyelvű katakézisét. Kedves testvérek, emlékezzünk rá, hogy mindnyájan részesültünk a bérmálás szentségében. Emlékezzünk rá, hogy mindenek előtt köszönetet mondjunk az Úrnak ezért az ajándékért, és kérjük, segítsen, hogy valódi keresztényekként élhessünk, hogy mindig örömmel haladjunk előre a Szentlélek szerint, melyet nekünk adott. Utalással a hideg, esős időre a pápa hozzátette. Látszik, hogy az utóbbi szerdákon a kihallgatás felénél megáldanak bennünket az égből, de ti bátrak vagytok, haladjunk előre. Hallani nem mindig könnyű. Néha kényelmesebb süketnek tetetni magunkat, bekapcsolni a Walkman-t, hogy ne halljunk senkit. Azt, hogy halljunk, könnyedén helyettesítjük az e-maillel, SMS-sel, a cseteléssel, és így megfosztjuk magunkat attól, hogy eljusson hozzánk az arcok, a pillantások és az ölelések valósága. Hogy miért is kezdtem ezzel az idézettel mai beszélgetésünket, Vukovics Márton kisegítő lelkész úr fog nekünk választ adni erre. Ezt az idézetet a 2013-ban beiktatott Ferenc pápától vettem. Ezt biztosan ismerős volt számodra. De miért is kezdtem, miért is kerültél te kapcsolatba a pápával, illetve Vatikánnal? Ez úgy kezdődött, hogy 2014. január 1-én bejött András barátom, aki diákonus, nős diákonus Nyáregyházán, és mondta, hogy Vuki, gyere ki Rómába, Vatikánba, együtt zarándoklunk híveinkért, rámbízottainkért. Átgondoltam a dolgot, még jött egy másik jelentkező, Antal András mellett, a Lukács József atya, esztergomi budapesti egyházmegyés plébános úr, és hárman nekiváltunk az útnak. Mikor voltál pontosan? Január 26-án vasárnap este indultunk repülővel Pestről. Meddig voltatok? 3 napot, szerda éjszaka jöttünk vissza. Mesélj kérlek az utadról, hát szerintem nagyon sok mindenkit érdekel. Hát, az utam repülőút 80 perces volt Budapest és Róma között. Rómába a Fiumicsioni repülőtérre érkeztünk a Vizer fapados járatával, és este ott kint repülőtéren taxit fogtunk, mentünk a Szent István házba, Magyar Zarándokház, aminek a rektora Németh László pápai prelátus úr, a olaszországi magyarok főlelkésze, és ő fogadott minket vasárnap éjszaka 3-11 körül. Lepihentünk, és kezdtük a zarándokutat. Hogy kezdődött a zarándokút? Hétfőn gondolom. Hétfőn reggel korán keltünk, és mentünk misézni a Szent István zarándokháznak a kápolnájába. Közös misén vettünk részt, közösen miséztünk, és mise után, reggeli után busszal meg gyalog bementünk Vatikánba, és amikor megérkeztem a Szent Péter térre, láttam a Szent Péter bazilikát, akkor könnyek folytak ki a szememből, és ott volt nálam a mobiltelefonom, és megcsörgettem édesanyámat Budapesten, és elég tudtam beszélni a telefonba a örömtől, a meghatódottságtól. Csak annyit mondtam, hogy holnapi magyar misét édesanyám, érted, ajánlom fel, és vagyok a Szent Péter téren. Gondolom, ő is nagyon meghatódott. Igen, nagyon, nagyon. És utána folytattátok az utatokat? Délelőtt végignéztük a Szent Péter teret,
a Szent Péter tér melletti utcákat, és aznap még elmentünk a Mária Maggiore, Mária Bazilikába, világ legnagyobb Mária kegyhelye Rómába. Meg a Lateráni Bazilikát is megnéztük, ami a Pápai Egyházmegyének, Római Egyházmegyének a Főszékes Egyháza. Ez a két bazilika volt hétfőn. Véget ért a hétfői délelőtt és délután. Utána még esetleg valamit estére csináltatok, vagy utána már vártuk a keddet? Közös vacsoránk volt a Szent István házba, és korán lefeküdtünk, mert kedden hajnalba keltünk a program miatt. Ami? Ami kedden a Szent Péter Bazilikába, a Magyar Káponába a Szent Mise volt, Magyar Szent Mise, ahol én főcelebráns voltam, főmiséző voltam, és ott csak egy magyar bácsika volt, egy hívő, és mellettem állt az oltárnál Németh László pápai prelátus úr, Antal András diákonizált, ő olvasta az evangéliumot, ő prédikált, és a Lukács József atya, plébános úr, ő mellékszelebráns volt még az oltár mellett. Gondolom, ez hatalmas megtiszteltetés, hogy egy magyar nyelven misét celebráltál. Ez először fordult elő? Ez először fordult elő, hogy papként először mentem ki Rómába, először mondtam ott misét a Szent Péter Bazilikába. Nagy élmény volt, hogy már reggel 7:30-ra odaértünk a Szent Péter Bazilika központi sekrestjébe, és nagy sürgés, forgás volt, nagy élet. Reggel már 7:30-kor mentek ki a kínai, vietnámi, amerikai, angol atyák, és mindenki megkapta a ostját a kehelybe, a bort, vizet a kis kendővel, a miseruhát, és a saját nemzetüknek a oltáraihoz mentek és miséztek. Már reggel indult az élet. Hány nemzet volt pontosan egyébként? Említetted a kínaiakat, amerikaiakat? Vietnámiak, akkor angolok, láttunk Ázsiából, más országokból, Indonéziából is atyákat. Rengetegen voltak. 7:30-kor már reggel. Ez egy ünnep köré, vagy ünnephez nem, köthető? Nem. Hát ugye egész egyház aznap Aquinui Szent Tamást ünnepelte, és fehér miseruhában voltunk, de nem egy külön kimondott vatikáni ünnep volt, hanem mindenki a zarándok útján elment a saját nemzetének a oltárához misézni. Említetted, hogy papként először jártál a Vatikánban, Olaszországban, Rómában, tehát ez azt jelenti, hogy egyébként jártál már máskor többször. Ez az ötödik után volt életemben. Előtte voltam diákonusként, amikor is Rómába, egy kis kápolnába diákonizáltam. Előtte kamaszkoromba is voltam már, tehát ötödik után volt, de papként az első után volt ez. Hétfőn is, kedden is megfordultál, gondolom, a Szent Péter téren. Mesélj erről a térről nekünk, légy szíves. Aki esetleg még nem járt ott, nem látta fényképen. Hogy képzelheti el? Hát a Szent Péter tér az egy ó alakú, kerek alakú tér, aminek a közepén van egy obeliszk, egy őskeresztény szimbólum, aminek a tetején kereszt van, és a oszlop csarnokok vannak két oldalt. És a végébe, a Szent Péter tér végébe van a Szent Péter Bazilika, és mögötte a vatikáni irodák, épületek, és jobb oldalt van a apostoli palota, aminek a ablakából, a dolgozó szobájából szokott
urangyal akar beszélni a pápa, a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján pedig, amikor van nagyobb ünnepség, akkor szokott a pápa áldást adni, beszédet mondani. Mikor megválasztják a pápát, akkor is a központi erkéről beszél, a Szent Péter Bazilika központi erkéről. És ugyanolyan tér, mint a más terek, tehát átmenő forgalom van, zarándokok, turisták jönnek, mennek, intézik az ideiket. Bal oldalt van a téren a posta, az információs iroda, meg kegytárgyboltok, és jobbra pedig az apostoli palota, meg a kiárat a Róma felé, város felé. És amikor odaértünk a Szent Péter térre minden alkalommal, akkor megláttuk a svájci gárdistákat. Ó, hát én is tisztelektek? Hát, minden nap. És hogyan? Papi civilben voltam, ami most is van rajtam kollár, ez a fehér műanyag papi dísz, és amikor meglátták ezt a díszt a nyakamba, akkor tisztelektek, és mondta, hogy Padre, atyám, és háromszor tisztelektek nekem a svájci gárdisták, és amikor utoljára volt utolsó napom, akkor áldást adtam az egyik svájci gárdistára. Gondolom, nagyon örült neki. És keresztet vetett, és imádkoztam. Pár napot töltöttél csak ott, de gondolom készítettél fényképeket, emlékeket gyűjtöttél, akár digitális formában is. Volt időd arra, hogy a Vatikán mellett mondjuk Róma nevezetességeit is megtekintsd? Igen, mert utolsó délután, amikor megvolt a pápai kihallgatás, akkor délután megidül, neki indultam a városnak, nekem bevettem a várost, és láttam a Kolosszeumot, láttam a Panteont, voltam a Trévi kútnál. Érmét dobtál be? Nem, de... Bocsánat, valamikor voltál, tehát régebben voltál Rómában, többször is dobtál be, tehát visszatértél. Igen, visszatértem, és voltam a spanyol lépcsőnél, láttam a római operaházat, a belvárosi utcákat. Találkoztatok ott más ismerősökkel, vagy hárman voltatok a kis társaság? Hát csak hárman voltunk. Visszafelé a repülőtéren találkoztam régi atyával, régi pap barátommal, Nobilis Mário atyával. De különben nem találkoztunk. Új barátságok köttettek? A régi, az megerősödött, mert Németh László pápai prelátus úr, aki vendégi látott minket, ő volt régen a Paskai László bíboros úrnak a titkára, és régen kispapkoromtól fogva ismert engem, megismerjük egymást, és jó barátság erősödött, papi barátság erősödött. No, de most beszéljünk az utazásod egyik céljáról, említetted a pápai kihallgatást. Hogy történik? Hogy kell elképzelnünk? Reggel már 8:30 körül a német atya bevitt minket a Vatikánba kocsival, és láttam kívülről a Szent Márta házat, ahol a pápa lakik. Hátulról bementünk a bazilika felől a térre. A téren már rengeteg széket, rengeteg kordont állította fel az eseményre. Sokan jöttek a világ minden pontjáról, az zarándokok. És elfoglalták lassan a helyüket. Mi, nekünk a helyünk, nekünk volt jegyünk erre a kihallgatásra, amit a pápai iroda adott ki, apostoli iroda adott ki. És a ülőhelyünk volt, és
nekünk a helyeink a Szent Péter bazilika tövében. Szólt a pápai tronttól 20 méterre. Akkor egészen közel voltam. Nagyon közel voltam a pápához, és elfoglaltuk a helyünket, és már 9 óra, hát ez volt 9 körül, és 9 órától már jött a pápa, a pápai mobillal, és a téren minden nagyobb zarándok csoporthoz odament. Oda nyitották neki a kisgyerekeket, kisbabákat, megáldott őket, megölelte őket, megsimogatta őket, akkor odament a fiatalokhoz, kezet fogott velük, sokaknak puszit adott, átölelte őket, és ez telt 9 órától 10:30-ig. Ez másfél órán keresztül ez volt, hogy felálltunk a székeinkre, és néztük a pápát, hogyan adja az áldásokat, hogyan köszönti a zarándokokat. Majd 10:30-kor egy ráhangoló szent énekkel kezdtük a kihallgatást, amit elénekeltünk. Utána a pápa odament a pápai trónhoz a színpadra, ami a Szent Péter Bazilika előtt volt felállítva, ami fehér színű volt, mutatom a fényképeken, meg a videón is rendben van. És elkezdett beszélni, 5 perces beszédet mondott a Bérmelás szentségéről. Majd, amikor befejeződött a pápai beszéd olasz nyelven, akkor mindenki megtapsolta a pápát, és a tapsvihar végén azok a nagy nemzetek, akik nagyobb számban, 1000-2000 fővel jöttek, jönnek a képviselőjük, kanonokok, pápai káplánok, pápai prelátusok, kijöttek a színpadhoz, és ott beszámoltak a helyi egyház életéről, olaszul. Utána köszöntötték a pápát, és a pápa mindegyiknek a beszédére reagált, hogy mit javasol, mit tanácsol a helyi egyházak életébe. Majd ez egy folyamat volt, egy 3-4 órás folyamat, ahol 10-12 küldött jött ki a színpadra, a végén pedig a pápa jelenlétében elmondtuk latinul a mi atyánkot, végén pápai áldás zárta ezt a kihallgatást, és mindenki ujjongott, mindenki örült, mindenki boldog volt a pápának a személyétől, és amikor jött le a színpadról a pápa, a interneten olvastam, hogy a Pákozdi István Budapest Egyetemi lelkész is találkozott vele, kezet fogott, meg a Budapest Katolikus Egyetemisták vittek ajándékot is a pápának, és amikor jött le a színpadról, akkor a nép előtt oda voltak ültetve 25-30 beteg, aki tolókocsisok voltak, és minden tolókocsis beteghez odament, és imádkozott fölöttük. Található-e erekje a Maria Maggiore Bazilikában? Igen. A fő oltár alatt van egy ezüst erekje tartóban egy kis fadarab. A Úr Jézusnak a kis jászolából. És azt ott őrzik, és azt tanulja a első karácsonynak. És több bazilika is, pápai bazilika is van Rómába. Ezen mennyi kívül pontosan? Melyek ezek? Négy pápai bazilika van. Az első a Szent Péter bazilika, aztán a falakon kívüli Szent Pál bazilika, akkor a harmadik a
Lateráni Szent János Bazilika, és a negyedik pedig a Mária Maggiore Bazilika. Értem, és ezek közül mondjuk esetleg melyik a legjelentősebb, van ilyen, vagy? Igen, ugye a Szent Péter Bazilikából irányítják a világegyházat, uh-huh. Az a világ legnagyobb temploma, annál nagyobb templom nincs a világon, és ez a legelső. Uh-huh. A második a Szent Pál. Pál, uh-huh. A falakon kívüli Szent Pál Bazilika, ami régi városfalakon kívül volt, de most már kővárosban van. Uh-huh. Ez a... És akkor itt is jártál, ugye bent a... Itt is jártam, a falakon kívüli Szent Pál Bazilikába, és ott pedig a Szent Pál sírját látogattam meg. Uh-huh. Jártál tehát a Szent Pál Bazilikában, és ezt említetted is. Gondolom, nagyon sok fényképet készítettél, emléket gyűjtöttél. Ezen kívül esetleg szokás ott valamit még csinálni ilyenkor? Hát elsősorban imádkozni a Szent Pál sírja előtt, és amit szoktam az esküvőkön, szoktam a egyes oktatásokon, szoktam a nyugtatásokkal mondani, a kedvenc Szent Pál idézetem, a Szentírásból való, a szeretet himnusz, uh-huh. Amit ott elimádkoztam a Szent Pál sírja előtt, ami így hangzik, a szeretet türelmes, a szeretet jóságos. A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevés. Nem tabindatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel, nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. Ez tényleg nagyon szép, szerintem ez tényleg nagyon sok ember egyik kedvenc idézete is, és mindenki nagyon szívesen hallgatja többször, illetve olvassa többször is. A Szent Misét, amit ugye a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában celebráltál, azt milyen szándékkal ajánlottad fel? Az én szívem csücske mindig a hernádi nép, hernádi emberek, és azért mentem ki Rómába, hogy a Szent Péter sírja mellett egy csöndes imát mondjak a hernádi emberekért. És éppen ezért a Szent Péter Bazilikába, a magyar kápolnába a szentmisét a hernádi népért, a hernádi emberekért ajánlottam fel. Köszönjük szépen! És a mise után, a magyar mise után mit csináltál? Hogy végződött a napod? Hát ez a magyar mise 8 órától 3-9-ig tartott, és úgy jegyeztünk meg atyákkal, András diákonus úrral, meg Józsival, Józsi atyával, hogy 11 óráig maradunk a Szent Péter Bazilikában, délelőtt ott töltjük, és én bevonultam a Szent Péter Bazilika szentségi kápolnájába, ahol egész nap szentségi imádás van, kitett oltári szentség van, és ott elmondtam a hernádi emberekért, papi Zsorzsmánból a reggeli, az olvasmányos és napközi ima órát. Az kitelt ebbe az időbe. Hogyan töltötted el az időt a pápai kihallgatáson, azt a másfél órát, amíg a pápa körbejárt? Nagyon esett az eső, és felvettük a esőkabátot, és ott figyeltük a pápát, paptársaimmal együtt, de közben ott volt velem a papi Zsorzsmám, ima könyvem, és elmondtam belőle a reggeli, az olvasmányos és napközi ima órát, és imával töltöttem. Említetted, hogy egy-egy nemzetből sokkal többen is képviselték magukat. Mennyien voltak ott a téren nagyjából? Hát a internet szerint több ezer ember,
de szerintem 50 ezeren voltak. Nagyon sok ember volt akkor ott. Tele, a tér tele volt. Milyen rendszerességgel van pápai kihallgatás? Minden héten szerdán. Tehát szerdán 10:30-tól 12-ig. És akkor mindig ilyen sokan szoktak lenni. Mindig, és a Vatikáni Rádióban minden szerdán este meg szoktam hallgatni. Itt magyarul a pápa beszédét, hogy mit mond aznap a pápa. Ez egy nagyon szép, nem is tudom, minek nevezhetem, nem ünnep, hanem szertartás lehetett. Hittanóra. Hittanóra? Azt mondom, hogy a pápának a világhoz egy hittanórája. Amit a pápa a világnak intéz, és az egyháznagy tanairól és a kérdéseiről ad egy tanítást. Nagyon sok tanítás mellett önmagában mondjuk a pápai hatalmat a Szentírásban mi fejezi ki szerinted a leginkább, vagy ha nem is szerinted, úgy mindenki szerint? Mikor Jézus találkozott Szent Péterrel, akkor ezeket a szavakat mondta neki. Te Péter vagy, azaz kőszikla. És én erre a sziklára építem egyházamat. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ez nagyon szép, erre tényleg nem is nagyon lehet mit mondani, viszont mikor hazajöttél, kaptál is ajándékot, de szerintem hoztál is ajándékot. Mi az az üzenet, amit mondjuk úgy érzel, hogy szívesen továbbítanál felénk is erről az utadról? A pápa személye nagyon megérintett, és felszította bennem azokat a örömtüzeket a szívembe, amíg az egyház felé eddig is éltek a szívembe. Jobban szeretem az egyházat, jobban szeretem a anyaszent egyházunkat, mint eddig. És ahogy láttam, ellestem Ferenc pápától a pápai kihallgatás végén, hogy minden egyes beteghez egyesével odament, és így a két kezét a betegek feje fölé tette, és imádkozott fölöttük. Én ezt akarom átvenni Ferenc pápától, hogyha megyek a hernádi betegekhez, akkor én is ugyanis szeretnék a betegeinknek a feje fölé tenni a kezemet, és imádkozni fölöttük. Köszönjük szépen, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és hát nagyon jó egészséget kívánok neked, és remélem, hogy az az üzenet, az az érzés, amit ott kaptál, az még nagyon sokáig fog benned élni. Köszönöm. Mesélj kérlek az élményeidről, mutass nekünk pár képet, szerintem nagyon sokan kíváncsiak rá. Ez a Pantheon előtt vagyok lefényképezve. Pantheon előtt van a tér, a kis tér, ami előtt van egy obeliszk, és a Pantheon egy működő katolikus templom. És ott is imádkoztam bent, és mellette volt egy ilyen vendéglő, ott meg megettem a ebédemet. Utána? Ez is a Pantheon előtt van. Ez a Trivikút. Így van. A belvárosnak a szívében. Igen. És ha sok-sok pénzt dobálnak be, következő utamon majd én is be fogok dobálni pénzt. Itt is a Trivikút. Mindig... Egy kicsit majd itt tartom, jó? Ez pedig a Kolosseum előtt készült, ugye? Kolosseum előtt, igen. A Kolosseumról kell tudni, hogy olyan nagy,
olyan nagyság, hogy 15 percembe került, még körbe jártam. Uh-huh. Olyan nagy méretű. És nagy delátók vannak benne, és tudtam volna menni, uh-huh. csak nem volt sok időm egyet venni, hogy több időt töltse benne. Uh-huh. Ez is a Kolosszeum előtt. Ez pedig, gondolom... Ez a pápai kihallgatás. Uh-huh. Tehát erről a pápai kihallgatásról csináltam egy videót is, és két videót is csináltam, uh-huh. és itt ültem 20 méterre a pápától. Uh-huh. No. Ez a falakon kívüli Szent Pál bazilika előtt, annak uh-huh. a kertjében. Uh-huh. Ezek ez is a falakon aha. kívüli Szent Pál bazilika. Ez a Szent Pál sírja előtt lent, uh-huh. 60 eltemetve Szent Pál apostol. Uh-huh. Ahol mondtam, a szeretett himnuszt imádkoztam. Ez a Szent Péter téren. Kicsit kisütött a nap, mert végig mind a három napon keresztül esett az eső. Uh-huh. Kicsit kisütött a nap, és jól sikerült a képek. Hát de szép tiszta az ég, úgyhogy gyönyörű szép kék. Ez is a Szent Péter. Uh-huh. Ez is a Szent Péter bazilika. Uh-huh. Hát akkor itt elhiszem, hogy hatalmas ez a tér, hogy nagyon sokan elfértetek itt. Akkor ez a Szent Péter sírja uh-huh. előtt, uh-huh. fölül kivonírva latinul, hogy Szent Péter itt nyugszik, uh-huh. és bent, lent a sír előtt van egy Jézus ikon, uh-huh. egy nagyon szép Jézus ikon, és ki van rakva a tábla, hogy nem lehet fényképezni, stikába fényképeztünk. Hát ezt csak alkan mondjuk el, jó? nem volt. Ez is az őr, a teremőr, de sikerültek a képek, és itt vannak. Hazahoztuk Hernádra. Ez pedig a már a... Szent Péter bazilika uh-huh. központi sekrestjében van. És ez már a Szent Mise? A Szent Mise után. A Mise ruhában vagyok lefényképezve. Uh-huh. Ez a bizonyíték, hogy főcelebráns voltam, főmiséző voltam. Uh-huh. Ez is a Szent Péter bazilika központi sekrestje. Uh-huh. Ez is egy körülakú sekrestje ez. Uh-huh. Aztán ez a lateráni Szent János bazilikában. Uh-huh. Ez mellékoltár, uh-huh. lehet látni a nagy oszlopokat, hogy micsoda hatalmas. Itt a Mária Maggiore bazilikában uh-huh. a kis Jézus jászola mellett, fadra, uh-huh. a erekje mellett meg lefényképezve. Itt is. Itt is. Ez megint a Szent Péter és vége ebből. Uh-huh. Ez a... A svájci gárdisták. Aha. A pápa középen ül uh-huh. a kereszt mellett. Uh-huh. Itt, ahogy beszámol a helyi egyházról, a nem tudom milyen képviselője uh-huh. a nagyobb nemzetnek, és itt olvassa a szöveget, és a pápa és ott ül uh-huh. a pápa trónon. Uh-huh. Itt is a pápa közelről. Ez is a kihallgatás. Uh-huh. Tényleg látszik, hogy esett az eső. Uh-huh. Itt is a kihallgatás. Ez a falakon kívüli Szent Pál bazilika kertjébe. Uh-huh. Érdekes, hogy ezen a képen lehet látni, a falakon kívül Szent Pál bazilikában a pápákat, hogy minden pápáról van egy kis mozaik, uh-huh. mozaik kép fent. És az összes eddigi pápáról, Szent Pétertől egészen Ferenc pápáig uh-huh. van mozaik kép fenn a épületen belül. És ott van a, ez a központi sekrestje. Uh-huh. A Szent Péter bazilikába, ez a Mária Maggiore bazilikába, ott az erekjetartó. Uh-huh. Na most itt a téren kint, meg bent is a bazilikába, a Szent Péter téren, az obeliszk alatt ott volt a Betlehem. Betlehem. Uh-huh. A Betlehem és a karácsonyfa. Igen. És ott egész nap karácsonyi dallamokat játszottak CD-ről. Uh-huh. És meddig szokott kint lenni?
egészen február 2-áig. Uh-huh. És éppen amikor ott voltunk, akkor mi kint volt, január végén. És nagy szobrokkal, szép Mária szoborral, és ott imádkoztunk a Betlehem mellett. Et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.